Milán beszélt a színes műsorkínálatról és a lelkes közönségről. Nagyon jól érzik magukat, aktívak, úgyhogy nagyon frankó szuperbulinak nézünk elébe. Ma itt és most konferenciéként vagyok jelen, illetve a műsor végén, tehát a rendezvény végén énekelni fogok pár dalt. Rengeteg csodás fellépő volt, legfőképpen tamásiak, többek között szeretném megemlíteni a Cserlányokat, illetve a Bolhazsák zenekart, ugye, és a Latin Tánc show műsort, ami majd a későbbiekben fog következni, illetve hát jön majd az unokatestvérem Jankó, és én, Milán fogunk majd az est végén zárni egy latinos műsorral. Az alkalmazottak örömmel fogadják ezt a kezdeményezést. Elmondásuk szerint jó kizökkenni a hétköznapi hajtásból. Ettünk rántott hús, szalmakrumplit, lángost, nagyon finom volt, minifánkot is ettek a gyerekek, fagyisztunk is, az is nagyon finom volt, légbároztak egy csomót, dodzsemeztek, most várják a Skanderversenyt, úgyhogy nagyon jó, szerintem nagyon jó, nekünk tetszik. Köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. HR-be vagyok, szalonnát. Sütünk, válogatunk, ilyeneket. Igen. Péter Schulz ügyvezető igazgató várta a rengeteg érdeklődőt, és örült, hogy az egész hetes kánikula ellenére hétvégén kedvezett az időjárás az eseménynek. Véleménye szerint a magyarok igazi húsimádók. A termékek népszerűsége töretlen az országban. Ehhez nélkülözhetetlen a kiváló alapanyag minőségének fenntartása. Ezt a rendezvényt minden évben megtartjuk az alkalmazottainknak és a családtagjainknak, hogy köszönetet nyilvánítsunk nekik, hiszen ők is készségesen rendelkezésre állnak nekünk. Különböző programjaink vannak a gyerekeknek. Kézműveskedés, táncos műsor, az idősebb gyerekeknek dodzsem. Nagyon nagy kínálatot nyújtunk a rántott húsos ételekből, valamint széles itallappal fogadtunk mindenkit. Még egy funk gépünk is van, amit igazán kedvelnek a kicsik. A főtermékünk a szalonna, ez az, amiről ismertek vagyunk, ez egy prémium termék. Sokféle gyártunk belőle, nyers és ropogós formában is. Hajózási, gasztronómiai cégeket és szupermarketeket is ellátunk. Európai, magyarországi alapanyagokból is dolgozunk. A magyar fogyasztók főleg a prémium bacon termékünket veszik, ami nincs készre sütve, nyers szalonna. Itt nagyon szeretik a disznóhúst, és az emberek kiválóak a feldolgozás területén is. Szerencsések vagyunk, hogy nincs ma olyan meleg, mint tegnap. Egy kicsit szeles idő van, de az Isten is az időjárás is, mi oldalunkon áll, és a hangulat is remek. Reméljük, hogy a családok, legfőképp a gyermekek nagyon jól érzik magukat. A Tamási Hús Kft. Által szervezett családi program minden évben nagy sikert arat. A cégnek idén is egy kerek, szórakoztató napot sikerült rendeznie a dolgozók számára.